Az jó. Figyeld. De jó, de te jössz. Ne. Ez, nem? Ez. Jó. Ez mi ez? Ez milyen csili? Sima csili? Azt hiszem, sima csili paprika, nem? Aha. Ugye, várjál, igen, a kártya az enyém, és én kérdezek ebben a témakörben. Kinek vagy minek az elvesztése fájt a legjobban az életedben? Hát szerintem a nagymamámnak az elvesztése, amikor gyerek voltam, és az a baj, hogy ugye kevés dologra emlékszem, de nagyon sajnálom, hogy nem ismerettem édesapámnak az anyukáját, a nagymamámat. Tehát pár év, nem is tudom, 6-8 éves voltam, de nem, tehát emlékszem rá, de nagyon sajnálom, hogy nem tudtam vele többet beszélni, vagy jobban megismerni. És ez mai napig ugye gondolok arra, hogy majd egy nap biztosan fogunk találkozni és beszélni. Remélem, jó sokára. Igen. Úgyhogy ez mindenképp egy olyan dolog. Remélem, hogy ezt te fogod megkóstolni. Hát ez egy kis cuki csili. Cuki csili kérdéssel. Jó, hát szerintem enni fogsz. Erotika. Enni fogsz. Amikor nem volt barátnőd, küldtél-e valaha... küldtél-e valaha nőnek erotikus fotót magadról? Persze. Persze. Szerintem az tök normál. Nem? Tehát, hogy szerintem ameddig nem ismert az ember, addig ez tökre belefér. Tehát nyilván, hogyha az ember után elveszíti a telefonját, vagy bármi, akkor az nem akkora probléma. Hát manapság ilyet már nem lehet ugye csinálni, mert probléma lehet. Jó, jöhet még egy kérdés, vagy menjünk tovább. Hogy arra válaszolsz-e? Te döntöd el. Az erotika? Ezt megfejelve ezt a kérdésemet. Belemész, hát akkor most már persze. Jó. Kinek és mit? Hát figyelj, szerintem ilyen... Egészségedre, ha gondolod. Jó, szerintem inkább megeszem, jó? De elég egy kicsit. Jó, mondjuk ezt szerintem nem annyira... De szerintem nem annyira brutális. Brutális? Tejet? Vagy annyira nem durva? Téged átvertek ezzel. Nem is elő. Mekkora már az Isten. Na jó, menjünk tovább. Extrém helyzet. Figyelj, én azt gondolom, hogy ez már egy olyan játék, ahol célszerű ugye olyan dolgot mondani, hogy rávegyelek a csillevésre. Volt már olyan, hogy rád jött a vécézés, és nem tudtad bent tartani? Mert soha nem szoktam be. Lesz vagy eszel? Eszek. Kemény vagy. Jézusom. Mi van? Semmi? Várjál. De killer vagy nem? Hát nagyon durva. Folyamatosan cseng le. Ja, egyre jobban jön. Aszta. Torkomon, mert most megy le folyamatosan. Ó, a szám is. Mert azért figyelj le a kalappal. Hát én nem merem. Nem merem, hogy ki csinálnak. Aszta. Hát ez nagyon durva. Még a hideg is lesz. Tényleg? Fú, de durva lehet. De hát nem rajtad, vagy még nem? Hát folyamatosan ez egyre mélyebbre megy. Tényleg egyre durvább. Ott kóstolnod kell. Az jalapeño. Kínos szituáció. Nem, most muszáj megkóstold. Nincs kérdés. Tényleg. Kóstold meg, mert muszáj, hogy együtt érezz velem. Nekem és az semmi. Egyik, már elmondom, gyerekkoromból egy kínos szituációt.
A városi könyvtárban fel kellett olvasnunk. Ott voltak a szülők meg a tanárok általános iskolában. És mindenki kapott egy verset, vagy egy kis novella részletet is fel kellett olvasni. És nagyon-nagyon készültem, általános alsótagozatban kitűnő tanuló voltam, nagyon, és kiültem, és Zelk Zoltán, Kócember a Cérnahídon. És képzeld el, ahogy kimondtam ezt, hogy Kócember a Cérnahídon, olyat rögtem, hogy a taknyom így kiliftezett idáig, és visszajött, és fiat, szegény anyukám, ott égett az arca alatt. Tehát mindenki előtt, hogy a Kócember rögtem, és vissza. Atya úristen. Na jó, de megkóstolom. Hát bírod te? Nem kellenek ide kérdések. De ez miért nem erős? Lehet, hogy a magnál egy picit erősebb. Most mit tartom? És most sem, hát azt már nagyon kérem, hogy érezd. De érzem, most, ha igen? Maga, ha. Igen? De nem vészes. Hát akkor ez de ilyen. Érzem a nyelvem hegyén. De cuki vagy, érzed a nyelvet hegyén? Ah, de, az jó? De most jön. Most igen? Jön. Aha. Van tejed? Nem annyira durva, nem kell. Nem? De érzem.